Tisztelt hallgatóság! Mai óránkon az utolsó témát fogjuk érinteni, méghozzá az ózonnal kapcsolatos, a légkörben található ózonnal kapcsolatos problematikáról lesz szó, mi ezen belül is a stratoszférikus ózonról. Nézzük, miről is van szó. Egy találós kérdéssel kezdeném, de nyilván ezt mindenki kitalálja, mert már a címet is láttuk, illetve mondtam is, de azért mindenképpen egy olyan jó kis kérdés ez, amit másoknak is föltehetünk. Mi az? Fontos légköri alkotórész, amiből ott van sok, ahol másból kevés, mutatom, hogy hol, és ott van kevés, ahol másból sok. Viszont ahol kevés van belőle, ott baj, ha szaporodik, és ahol sok van belőle, ott baj, ha fogy. Nyilván kitaláltuk, hogy miről van szó, melyik a légkör, melyik alkotó részéről, az ózonról, amely ugye nem más, mint az oxigénnek egy három atomos változata, ahogy látjuk a képen is. Amire utaltam ugye megfejtésként találós kérdés megfejtéseként, a troposzférában, tehát alul a légkör alsó részében egy mérgező hatású szennyezőanyagról van szó. Itt kevés van ebből, de ugye baj, ha szaporodik, mert, és ez sajnos a kimutatott mérések alapján valamelyes nő, roncsolja a tüdőszövetet és a növényi sejteket, tehát mindenképpen egy káros hatása van a felszínen található élővilágra, vagy lehet, hát legalábbis lehet káros hatása. Amivel foglalkozunk, a stratoszférában lévő ózonról van itt szó. Ez az, amely rétegben sok van ebből az ózonból, relatíve sok természetesen. Ez azt jelenti, hogy egyben az élővilág védőernyőjéről is van szó, mert kiszűri a káros ultraviola vagy ultraibolya sugarakat, és a probléma az, hogy az utóbbi évtizedekben, legalábbis sokáig, ez csökkenő formában volt, tehát a mennyisége csökkent, ami természetesen a földi életnek a kárára történhet, hiszen ugye láttuk, hogy amikor a légkör kialakulásáról volt szó, hogy a szárazföldre akkor léphetett ki az élet, amikor kialakult ez az ózon, úgynevezett ózon pajzs, vagy az az ózon réteg, amelyik ugye kiszűrte a káros ultraibolya sugarakat. Most, az utóbbi néhány évtizedben, hogy csökkent, kimutathatóan nőtt a bőrrák, illetve egyéb hasonló betegségeknek a gyakorisága. Hát ez a réteg, ami ugye itt látjuk a légkör felépítését, itt a stratoszférában elhelyezkedő, hát viszonylag megnövekedett ózon réteget hívják, hát tulajdonképpen pajzsnak, ózon pajzsnak, ami ugye véd a káros ultraibolya sugárzás ellen. Hát nézzük meg először, hogy történik ennek a légkörben lévő ózon mennyiségnek a felderítése, hogy mennyi van benne. Nem tudom, hogy itt mi történt, elnézést, folytatjuk. Az 1920-as években, tehát gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt kezdődött a mérése az ózon tartalmának a légkörnek. Először a földfelszínről úgynevezett dobzonféle mérőeszközökkel, hát ugye a feltalálójáról lett elnevezve, Gordon Dobsonról van szó, amely hát ugye pontszerűen, ahol elhelyezték a műszert, a felette levő légoszlopban lévő ózon mennyiséget tudta megmérni, az alapján, hogy mérte a beérkező ultraibolya sugárzás mértékét, illetve annak gyengítésének mértékét tulajdonképpen, mert minél több ugye légkörben, az adott légoszlopban lévő ózon mennyiség, annál nagyobb a gyengítés mértéke. Tehát ebből lehetett következtetni a
légkör ózon tartalmára, legalábbis hát ugye pontszerűen. Nyilván, hogyha már sok helyen történt ez a mérés, akkor már lehetett egy kicsit globálisabb képet is kapni. Hogy igazán jó globális képet kapjunk, az a műholdak megjelenésével vált valóra, amelyek gyakorlatilag a felszínről kiinduló hosszú lámú sugárzást, méghozzá ezen tartományban belüli hosszú lámú sugárzást mérik, illetve annak gyengülését szintén, mert ezt ebben a sugárzási, vagy ebben a spektrumban gyengíti, ebben a spektrum tartományban gyengíti az ózon tartalma a légkörnek, leginkább a felszínről kiinduló hosszú lámú sugárzást. Tehát a gyengítés mértékéből lehet következtetni, hogy a légkör adott részében milyen ozontartalom van. És ez ugye nem csak pontszerűen, hanem egész hatalmas területekről, tehát egy egyidejű globális képet kaphatunk ezen műhold felvételekről, úgy mondjam, műhold képekből, amelyek ugye ezt az értéket mérik, illetve annak a csökkenését. Így azért sokkal, hogy átfogó képet kaphatunk az ozontartalom légkörbeli mennyiségéről, annak eloszlásáról és időbeli változásáról. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy gyorsan visszatükröződik ezen felvételek segítségével, hogy időben hogyan változik a légkörnek az ózontartalma. Nem tudom, itt valamiért itt pörög. A lényeg az, hogy sikerült továbbugranunk. Hát hogyan mérjük az ózontartalmat? Hát a Dobson után elnevezett, úgynevezett Dobson egység, vagy Dobson unit, DU-val jelölve, a következő értéket adja. Tulajdonképpen egy ilyen egység egy század milliméternyi, tehát nagyon vékony, vastagságú ózonréteget jelent, egy atmoszféra nyomásra hozva. Tehát ugye akkor tudjuk összehasonlítani a különböző gázok vagy alkotóelemek, a légkör alkotóelemeinek értékét, hogyha ugyanolyan nyomásra hozzuk őket. Hát ozon esetében ez a Dobson egység ezt jelenti. Hát ez csak egy segít, ugye, mert mint elmondtam, tulajdonképpen ahhoz segít ez az ábra, illetve a feliratok, illetve itt látjuk az úriembert is. Az összmennyiség összességében átlagosan a légkörben mindösszesen 300 Dobson egység, ami 3 mm vastagságú ózonréteget jelent egy atmoszféra nyomáson. Ha ezt összehasonlítjuk, hogy a teljes légkörben lévő összes gáznak a mennyisége, ha egy atmoszféra nyomásra hozzuk, az 8 km vastagságú réteg lenne, ebben 3 mm-nyit foglal el az ózon mennyisége. Tehát ha összességében nézzük, hogy igen kis mennyiségről van szó, amelynek igen jelentős hatása van a földi élet szempontjából, védő hatása. Ez a védő hatás, ugye ahogy említettem, az ózon, tehát az ózonréteg védő hatása az ultraibolya sugárzásra vonatkozik, méghozzá azon belül is megkülönböztetünk különböző sugárzási tartományokat, tehát leginkább az UVC-vel jelölt legrövidebb ultraibolya sugárzási tartományban gyakorlatilag ott leghatékonyabb a védőréteg, és ez a legveszélyesebb is az élő világra. Az UVB réteg, vagy sugárzásnak a legnagyobb részét kiszűri, valamennyi eléri azért a felszínt, illetve az UVA-ra különösebben nagy hatása nincsen. De ez a lényeg az UVC sugárzásra történő, hát gyakorlatilag szinte teljes védelem, hogyha rendesen működik, ugye idézőben működik ez az ózonréteg. Ez egy körülbelül azt lehet mondani, hogy 15-30 kilométeres magasság közötti rétegben helyezkedik el ez az ózon mennyiség, tehát itt alakul ki ez az úgynevezett ózon pajzs. Na nézzük, hogy a stratoszférában ez az ózon mérlegnek a
természetesen hogyan alakul ki az ózon mérleg, tehát hogy hogyan alakult ki tulajdonképpen a korábbi időszakokban, hogy ez gyakorlatilag állandónak tekinthető, folyamatos bomlás és folyamatos keletkezésről van szó, tehát ezt nézzük meg. És egyszerű megközelítés, amit a múlt század 30-as éveiben, illetve annak elején egy Chapman nevű úriember hát fedezett fel, vagy hipotetizált tulajdonképpen, ő mindösszesen 4 kémiai reakcióra szűkítette le a keletkezés, az ózon keletkezés és a bomlásnak a folyamatát. Hát nézzük meg ezeket. Képződés, ugye, hát ez erre az egyes reakció ezt akarja ezt jelenteni. Tehát, hogy hogyan? Ugye ahhoz, hogy keletkezzen, az ábra is ezt segítséget nyújt, keletkezzen 3 atomos oxigén, az kell, hogy először a normál oxigén, ugye a 2 atomos oxigén, a légkörben lévő oxigén atomokra hulljon, tehát ugye 2 külön álló atomra hulljon egy 2 atomos oxigén. Hát ehhez energiára van szükség, mi ezt az energiát a C, tehát az ultraibolya sugárzás C spektruma biztosítja, még azon belül is ezen hullámhoznál kisebb része. Tehát hogyha ez egy sugárzás ér az oxigén atomokat, vagy legalábbis annak egy részét, akkor 2 atomos, 2 atomra bomlik. Ugye ez a HV, ez elnyert fotonenergiát jelenti, és a második reakcióval, hogy ez tovább, ugye a második kémiai reakció adja meg, hogy hogyan keletkezik maga az ózon, hát tulajdonképpen nincs másról szó, mint hogy ez az elszabadult egy oxigén atom, természetesen elbúzott találkozik egy oxigén molekulával, amelyhez igénybe vesz egy úgynevezett reakció partnert. Nagyon mély kémiába természetesen nem megyünk bele, de azért, hogy lássuk, hogy körülbelül mik a főbb szereplők. Ezek segítségével hát kialakul a 3 atomos oxigén molekula, az ózon, ez a segítség, a reakciópartner természetesen megmarad, és energia szabadul fel. Ez igen fontos, ez okozza azt, hogy a stratoszférában, ugye a függőleges hőmérsékleti profilnál is ez korábban tárgyalás alatt volt, a stratoszféra felmelegszik, vagy legalábbis ez a rétege melegebb, mint a fölötte, illetve alatta levő rétegek. Tehát, ahogy itt látjuk az ábrán is, semmi más nem történik, mint szétbomlik, egy oxigén molekula majd találkozik egy-egy oxigén molekulával az oxigén atomok, és keletkezik az ózon molekula. Tehát ezt írja le a 2 keletkezéshez kapcsolódó reakció Chapman szerint. Most a bomlás az hasonlóan az ultraibolya sugárzás segítségével történik, de itt mindjárt hangsúlyozom is, hogy nem a C, hanem itt az a hullámhossz, amelyik hát kevésbé káros így a földi életre, az biztosítja ehhez azt az energiát, hogy tulajdonképpen ez az ózon molekula újra szétessen, ugye itt látjuk ezt, és ugye a negyedik reakcióban gyakorlatilag találkozva még egy újabb ózon molekulával, már ultraibolya sugárzás nélkül is ellop egy oxigén atomot, tehát újabb ózon molekulát hát pusztít el, vagy szüntet meg, és visszaalakul a 2 darab, összességében 2 darab oxigén molekula alakul ki, és megint felszabadul valamennyi energia. Tehát az itt lezajló keletkezési és bomlási folyamatok során energia szabadul fel, amely melegíti a stratoszférát. Na most ugye az ultraibolya sugárzás, minél följebb haladunk a légkörbe, annál inkább nő, tehát erre utal ez a rész, tehát hogy felfelé nő, viszont az ózon koncentráció, nem az ózon, bocsánat, az oxigén koncentráció pedig csökken. Lefelé pedig fordítva, maga az UV-sugárzás, mert ugye már a fölötte levő oxigén molekulák csökkentik, tehát csökken, míg maga a koncentráció, tehát mindig közelebb vagyunk a felszínhez, ugye nyomás egyre inkább nő, tehát egyre több az oxigén molekula. Tehát ennek a kettőnek a
eredőjeként kialakul egy olyan réteg, tehát van azért egy vastagság, ahol még elég sok oxigén molekula van, és elég erős is még az UV-sugárzás, ugye itt elsősorban C-re gondolok, hogy beinduljon ez a bomlás. Tehát ez körülbelül, mivel előbb utaltam, hogy 15-30 km között van ez az egész, de maga ez a képződés-lebomlás maximuma, úgy azt lehet mondani, hogy a 25 kilométeres magasság környékén van. Na most kiderült az 50-es, 60-as években, hogyha csak ez a négy reakció zajlana le a légkörben, akkor sokkal többszöröse lenne az ózon tartalma a légkörnek, mint ami hát most ugye kimutatható, vagy hát addig is kimutatható volt. Tehát kell, hogy legyenek még más reakciók is, amelyek tulajdonképpen a bomlás oldalán vannak, most természetes folyamatokról beszélek, hogy gyakorlatilag kialakuljon az egyensúly, tehát ugyanannyi legyen nagyjából a bomlás, mint a keletkezés. Hát ehhez, hogyha további vizsgálatokat folytattak, hogyha reálisan tekintjük, tehát az újabb eredmények szerint, akkor további reakciókra van szükség. Méghozzá ez az 5-ös és a 6-os reakció, ahol, már is magyarázom, az X az katalizátort jelent, tehát természetes körülmények között ez az OH és az NO lenne nagy részt, majd a pirosra mindjárt rátérek, amelyek segítségével, tehát gyakorlatilag ezen katalizátorok segítségével, de ezen katalizátorok ellopnak az ózontól egy oxigén molekulát, oxigén atomot, és hát ugye akkor keletkezik egy kettős oxigén molekula, tehát két atomos oxigén molekula, majd ez XO-val jelölt tehát molekula találkozik már egy korábban, ugye bomlás során még egyedül szabadon járó oxigén atommal, és eredményeképpen a két oxigén atom egyesül, és felszabadul, vagy visszaszabadul, hogy úgy mondjam, az X mint katalizátor, és az újra találkozhat egy ózon molekulával, és kezdheti előről tulajdonképpen a bomlási tevékenységét. Ez természetesen itt a másiknál ott is van, csak nem említettem, napsütés mellett zajlik, tehát energia szükséges hozzá. Tehát maga ez a katalizátor igazából csak, hát ugye azt katalizálja, ezt a bomlást segíti elő, ezért ez a neve. Na most itt a pirossal jelzett értékek, ezek, vagy nem értékek, hanem ugye klór, fluor és bróm atomok, ezek nagy része szintén katalizátorként működhet, nagy része viszont emberi tevékenység révén kerül a légkörbe és onnan a stratoszférába, erről majd későbbiek során lesz szó. Most, hogyha csak ezt a feketével jelölt részeket nézzük, akkor összességében ezen mégis 6 kémiai reakció segítségével összességében egyensúly alakult ki, tehát természetes módon. Időben természetesen egyéb más folyamatok is, természetes folyamatok is befolyásolják az ózonszintet, az éves szoláris ciklus, a légköri áramlások, elsősorban a meridionális áramlások, tehát észak-dél irányban történő légtömegcserék bizonyos területek fölött, tehát így változhat nagyobb területek fölött, és elsősorban itt a sarkvidéki területekről lesz szó, változhat az ózonnak a koncentrációja. Plusz ugye vulkánkitörések is, amelyek hát plusz katalizátorokat juttathatnak a felső légkörbe, ugye ezek olyan hatalmas, legalábbis a nagy vulkánkitörések olyan erővel történnek, hogy a kilövelt anyagok bőven feljuthatnak a stratoszférába. De ezek is összességében a természetes folyamatokhoz tartozóan, hát hosszú ideig egyensúlyban tartották, tehát ezek eredményeképpen egyensúlyban volt a légkörnek az ózon rétege. Ha megnézzük az átlagos ózonmennyiséget, hát egy adott évre, egy 2004-es példa, azért azt látjuk, hogy ugye utalva az előbbi változékonyságra, hogy az egyenlítő környékén a legstabilabb az év során, ezek a hónapok akarnak itt lenni, az év során az ózon mennyisége
kevesebb, mint 300-ról van szó. A 30-as szélességi kör mentén látjuk, hogy már van egy nagyobb éves ingadozás, és a maximum is az így 300 körül található. A 45 fok szélességi kör környékén, északi féltekére vonatkozik ez, ott már jóval nagyobb ingadozás van éves szinten, és a maximum már 360 körül van, és a sarkvidéket megközelítve a 60-as szélességi környékén már 400 körül van a maximum, és 300 körül a minimum. Tehát azt lehet mondani, hogy az éves ingás mértéke a pólusok felé nő, és a mennyiség is, tehát a mennyiségi változás is nő a pólusok felé. Tehát így összességében elég dinamikusan és ciklikusan változik a természetes folyamatok révén a légkörben lévő ózon mennyisége különböző szélességi sávok, szélességi körök mentén. Na most, hogy nézzük az emberi hatást, ami ugye hát az ózonnal kapcsolatos problematikát jelenti. A CFC-k hatása az ózon mérlegre, az a fejezet címe. A 70-es évek óta igen erőteljes emberi, tehát antropogén CFC kibocsátás történt. Hát ugye a troposzférában itt élünk, itt vannak azok a folyamatok, történnek, ahol felhasználták ezeket a CFC-ket. Mik ezek? Tulajdonképpen halogénezett szénhidrogének, freonok, halonok. Ez egy molekula csoport, tehát nem egy adott vegyületről van szó, hanem számos vegyületről. Néhány példa, hogy mire használta az emberiség, vagy mire használja is még, de már igen, hál' Istennek az egy kisebb mértékben. Tehát a különböző freon és halon fajták, ezeket, hogy mondjam, nem kell feltétlenül nekünk megtanulni. A lényeg az, hogy összességében ezeket különböző folyamatoknál, például habosítás, hajtógázaknál, vagy spréknél, hűtőkőzekben, hűtőszekrényeknél, vagy hűtőgépeknél használták nagy részt őket, zsírtalanítás, vegytisztítás, tűzoltókészülékek, és így tovább. Tehát ezek a leggyakrabban használt, és ezeknek a jelöléseit látjuk itt, különböző freon és halonfajták, amelyek ugye legtöbbet ebből használt az emberiség, aztán ebből egyre kevesebbet. Na, ezek okozzák azokat a problémákat, és okozták a 70-es évektől kezdődően azokat a problémákat, amiről most a továbbiakban lesz szó. Itt még egy szemléletesen bemutatok néhány klór, illetve brom, tehát ezek a freonok, illetve halonok, igazából az a probléma velük, hogy klórt és bromot tartalmaznak. Most természetes forrásuk is lehet ezeknek egy részének, de látjuk, hogy azért igen jelentős az antropogén forrás, nyilván az előbb említett felhasználások miatt. Ebben sem megyünk bele részletesen, itt inkább csak az arányok azok, amiket érdemes látnunk különböző típusú ilyen vegyületek esetében. Na most a probléma az, ugye, hogy hiába ezt a troposzférában kerültek felhasználásra, vagy ott jutottak ki, ugye akár elhasznált, vagy lebontott hűtőszekrényekből, és így tovább, troposzférában, tehát a földfelszín közelébe kerültek ezek kibocsátásra a légkörbe, vagy jutottak a légkörbe, de különböző feláramlások révén a stratoszférába kerültek, és így kapcsolatba kerültek azzal a réteggel, tehát olyan magasságba jutottak, ahol az ózon réteg van, és ott ugye az UV sugárzás hatására, majd mindjárt látni fogjuk a reakciókat, elszabadultak a klór és bróm atomok, amelyek tulajdonképpen az ózon molekulák bomlását igen nagy mértékben elősegítették. Tehát miről van itt szó? Itt megint ugye az UV sugárzás hatására, ez ugye jelképesen mutat egy ilyen halon vagy freon molekulát, amelyben ugye van szén, ami ebben a szempontból nem számít, mármint hogy nem káros az ózonbontás szempontjából, van benne fluor és klór, bróm is lehet, de most itt ez ilyen jellegű. Tehát UV hatására valamelyik klór atomját leadja, amelyik találkozva az ózon
egy ózon molekulával, ugye már stratoszférában vagyunk, elragad egy atomot, tehát keletkezik egy ilyen klóroxid, illetve hát egy sima oxigén molekula, amely tovább ugye találkozó, ugye abban a rétegben vagyunk, ahol atomos oxigén is van, ugye a más hullámhosszú ultraébő sugárzás hatására keletkezett egy atomos oxigén, ezzel találkozva az elragadja ennek a molekulának az oxigén atomját, és a klóratom szabadon távozik, és ugye ez a végeredménye az, hogy összességében kialakított, tehát összességében kettő oxigén molekulát, és lebontott egy ózon molekulát. A probléma, itt nem jeleztem, de most jelzem, hogy ez megint a ultraébő sugárzásnak az a hullámhossza, amelyik a legrövidebb, tehát az okozza ezt a klór felszabadítást a stratoszférában. Most a probléma az, hogy ez a klóratom, ugye itt kiszabadulva, újra elkezdheti idézőjelbe vett áldásos hatását az ózonbontás szempontjából, és ez körkörösen akár 100 000-szer is megvalósulhat, vagy egy ilyen klóratom akár 100 000 ózon molekulát is lebonthat, és ez természetesen a természetes egyensúly felborulásához vezethet, tehát egy igen addicionális ózonromboló hatása van, hát csak a klóratomra lett ez kihangsúlyozva. Persze aztán végül kiúrhat ez az adott klóratom, ugye sósabb formájában egy idő után kimosódhat, de addig is hát igen sok ózon molekulát lebont. És így a keletkezés és a bomlás különbsége, mennyiségi különbsége negatívá válik, ami azt jelenti, hogy a légkörben csökkenni kezdett, hát tulajdonképpen ez nagy részt a múlt, de még mindig folyik, de ugye drasztikusan a 70-es, 80-as, 90-es években történt ez a helyzet, aztán később fölismerték a problematikát, vagy fölismertük, ugye, és hát valamennyire orvosolni sikerült. Tehát globális szintű ózoncsökkenést eredményezett ez az egész. És akkor nézzük meg, hogy ez hogyan mutatható ki. Ugye a békeidők átlagához képest, ugye a 1960-1980-as átlaghoz képest, ami ugye látjuk, hogy akkor is hogy volt egy ide-oda ugri-bugri, tehát ezt tekintjük most így fixnek, ugye hullánk, és ahhoz képest százalékosan az említett, ugye, hát 70-es évek vége, 80-as évektől kezdődően a minimum az a 90-es években volt, milyen mértékű csökkenés volt, ami ugye nem tűnik olyan soknak globális szinten, tehát az összózon mennyiség összességében hát néhány 5-6 százaléknyit csökkent. A probléma tulajdonképpen az jelenti a problémát, hogy ez bizonyos térségekben, és itt utalak a sarkvidékre, igen drasztikusan volt, mindjárt rátérünk majd arra. 87 után intézkedések, akkor volt az első montreali egyezmény, bizonyos javulás, tehát nem azonnal, de bizonyos kis javulás aztán megindult, tehát az ősz globál ózon mennyiség elkezdett újra növekedni. Na most az előrejelzések, a mérések és az előrejelzések szerint három kiragadott, tipikus ilyen CFC molekula esetében a mennyiségi változás, hát ugye volt egy igen drasztikus megnövekedés, és hát így körülbelül 2000-es, tehát hogy mondjuk 90-es, 2000-es évektől kezdődően hát hosszú időbe fog telni, mert igen stabil molekulákról van szó, és egy része még a troposzférában van, tehát föl se került a stratoszférába, de várhatóan az intézkedések következtében, tehát hogy a kibocsátásokat csökkentjük, most az emberiség szintjén mondom, illetve megszüntetjük ezen molekulák esetében, várhatóan, ugye hát itt előrejelzések is vannak, ez a csökkenés, hát megközelíti a nullát,
bizonyos esetekben meg hát nem egészen közelíti meg, de erőteljes csökkenés várható. Na nézzük azt a problémát, ugye, amire utaltam, hogy bizonyos területeken ez a ritkulás, ez tulajdonképpen kapott egy ilyen elnevezést, hogy ózonlyuk keletkezik bizonyos területeken, hát itt a poláris területekre gondolom. Elsősorban, legalábbis ott vették észre, először is a leginkább, a legerőteljesebben ott valósul meg, ez a déli sarkvidék, tehát Antarktisz térségében volt kimutatható. Hát miről is van itt szó? Ugye látjuk itt a déli féltekéről lévő hát, műholdas felvételt, egy konkrét napra vonatkozik 2004. október 4-ére, hogy az ózonlyuk hogyan látszik. Most itt mindjárt felhívom a figyelmet arra, hogy természetesen itt nem feltétlenül olyan értelemben lyukról van szó, hogy teljesen eltűnik az ózon, hanem bizonyos értékhatár alá csökken, ami már hát igen veszélyes, az átbocsátott, jelentősen megnövekedett átbocsátott ultraibolya sugárzás szempontjából. Ezt ilyen 200-220 dobzon egység alatt, vagy tehát azt szokták határnak általában megadni, tehát ez az a határ, ez a 200-220 dobzon egység, aminél már igen nagy mennyiségű ilyen ultraibolya, káros ultraibolya sugárzás, tehát az UVC, juthat a felszínre. Tehát azt nevezzük gyakorlatilag az így lehatárolt területet, amin belül egy adott egységérték, ilyen esetben 220 alatt van a dobzon, de a 220 dobzon egység alatt van az ózon mennyiség. Hát látjuk, hogy ez egy óriási területet átölelő, tehát ugye ez óriási terület feletti légköréről van szó, ahol drasztikusan lecsökkent az ózon réteg. Gyakorlatilag a történetileg a 70-es évek második felében a Halley Bay kutatóállomásnál fedezték fel, ez a 75-ös déli szélességen fekvő kutatóállomás, tehát nem is egészen ugye a déli póluson fekszik, és hát látjuk, hogy itt a különböző mérésekkel részben ugye azzal a Dobson-féle spektrométerrel, illetve a műholdas mérések segítségével, tehát a két adatsort, ez ugyanazt mutatja, tehát elég, ha ezt mondom, a időbeli változását a két adatsornak látjuk, nagyon drasztikus csökkenések mutathatók ki, hangsúlyozottan, nem folyamatosan, hanem bizonyos időszakban, ez a szeptember-októberi időszakra vonatkozik, ami ugye a déli féltekén a tavasz kezdete gyakorlatilag, ami nálunk ugye március-április lenne. Látjuk, hogy a 300 körüli értékek, ami korábban ugye itt is jellemzőek voltak, megközelítik a 100-os értéket ebben az időszakban, tehát egy igen drasztikus mértékű ózon csökkenés, vagy ózon lyuk kezdett kialakulni így a 70-es évek végétől. Aztán látunk egy bizonyos növekedést, de erről már ugye beszéltem, egy bizonyos javulást. Na most ezt az ózonlyukat, ugye itt látjuk, hogy itt nem 220, hanem 212 dobzon egységgel definiálták, de ez most ebből a szempontból lényegtelen, tehát az a 200 körüli értékről beszélek. A antarktiszi változása tavasszal 84 és 92 között, tehát viszonylag ezek régi adatok, de hát pont a megnövekedése időszakáról van itt szó, tehát az ózonlyuk megnövekedésének időszakáról, vagy mondjuk így, hogy az ózon ritkulás drasztikus megnövekedéséről, ami nem csak időben, vagy mennyiségben, hanem területileg is igen nagy változást okozott. Tehát 1984-ben azt látjuk, csak értelmezik az ábrát, hogy szeptember vége felé kezdett kialakulni ez az így definiált ózon lyuk, és hogy mennyire terjed ki, hát látjuk, hogy egy ilyen 6-7, esetleg 8 millió, az volt a maximum millió négyzetkilométer, ami persze óriási terület, de hát akkor a területre terjed ki. Aztán volt egy kis visszaesés, újra visszalakult, és lényeg az, hogy október vége környékére ez megszűnt.
A következő kiemelt időszakban egy pár évvel később mindösszesen, jóval korábban szeptember elején kezdődött, és ugye látjuk, hogy november végéig tartott, tehát gyakorlatilag két hónappal megnövekedett az időtartama, és a mennyisége, mármint a területi kiterjedése, inkább így mondom, a 15 millió négyzetkilométer fölött volt. Tehát óriási mértékű területet érintett, és hosszú ideig. 92-ben ez még hatalmasabb volt, elérte 22-23 millió négyzetkilométert maximum idejében, és már augusztusban kezdődött, és hát november végén ért véget. Tehát egy ilyen ábrát így kell értelmezni, hogy az időbeli kiterjedés, az ozonjuk időbeli kiterjedése és területi kiterjedése is igencsak megnőtt ezen években, tehát a 80-as években, a 90-es évek elejéig. Néhány ábra ugyanezt próbálja illusztrálni 1979-től kezdődően. Tulajdonképpen miről van szó, az elsőnél magyarázom el részletesen, a többinél aztán ugyanezt szépen lehet követni. Tehát ugyanarról van szó, hogy itt látjuk, hogy a 79-2004-es évek átlaga, tehát hogy a kiterjedése és a mértéke, tehát ugyanazról beszélek, mint az előző ábránál, gyakorlatilag ugye augusztus környékén az átlagosan így kezdődik, és 20 millió négyzetkilométer a maximális kiterjedése, és november végéig tart. Tehát ez a 79-2005 között, vagy 2004 közötti évek átlagáról az ózra vonatkozó ózonjuk kiterjedése. De ugye ez egy átlag. 79-ben gyakorlatilag egy piros vonalat nézzük, semmi nem volt. Néhány évvel később, már most nem akarom részletesen elemezni, látjuk, hogy elkezdődött kifejlődni, és akár 10 millió négyzetkilométert is elért, és így tovább, látjuk, hogy az átlagot 94-ben meghaladja az átlagot, a mértéke és az időbeli kiterjedése is, és még a további ábrákon látjuk, hogy igazából még a 2005-ben is, tehát a lecsengés az igen lassú folyamat, tehát attól függetlenül, hogy a ezen előbb említett káros anyagok jelentős részét már nem gyártják, és nem bocsátódik ki a légkörbe, hatásuk még hosszú évtizedekkel később is jelentkezik. Hát itt 2005-ig látjuk a hatást, tehát már itt júliusban megjelenik az ózonlyuk, tehát viszonylag kis területen, és ugye ez a 26-27-28 millió négyzetkilométeres területet érinti, és hát november vége, december elején nyugszik el végül is a helyzet. További ábrák ugyanezt, ezt így nem elemezném gyakorlatilag, tehát látjuk, hogy júliustól decemberig terjedően kiragadva ugye havi átlagok, 2005 tavaszáról van szó, ugye déli féltekéről beszélünk. És akkor ugyanezt még egy kicsit így szemléletesen, így lépegetve, vagy animálva, is láthatjuk, tehát az ózonjuk területének és erősségének változását tavasszal. További ábrák is ugyanezt tükrözik egy kicsit frissebb eredményekkel. Gyakorlatilag ugye ez egy példa, hogy 2006-10-én milyen erős volt a visszaesés, tehát milyen erős ózonjuk alakult ki, illetve hogy lássuk a vertikális kiterjedését az ózon mennyiségnek, tehát a magasság szerinti változását a békeidőkben, tehát ugye a 60-as, 70-es években, amikor nem volt probléma, tehát az átlag 298 dobzon unit volt, és ugye az említett 15-20 kilométeres, hát itt inkább a 15-re jön ki, a déli sarkvidék fölötti maximummal, tehát ugye itt ózon parciális nyomásában van megadva, de a lényeg a görbét figyeljük, tehát a maximuma ebben a rétegben, tehát a stratoszféra ebben a magasságában jelentkezett. A 90-es és 2000-es évek átlaga a zölddel jelölve, hát ez óriási visszaesést jelent, persze, hogy ez a tavaszi időszakra vonatkozó értékek, tehát nagyon szépen össze lehet hasonlítani, hogy a várható ózon vastag, abban a rétegben, abban a magasságban, ahol várható a legerősebb réteg van, ott a legerősebb, legnagyobb a visszaesése a
az ózon mennyiségnek. És akkor egy kiragadott példa, egy 2006. október 9-i példa, gyakorlatilag az ózon mennyiség összességében, pont ebben a rétegben, ahol a legfontosabb, ott gyakorlatilag megszűnt, és összességében 93 egységre szorul vissza, ami igen erőteljes hát sugárzást biztosított abban a térségben, UV sugárzást, tehát káros sugárzást. Igen, egy kicsit ugrál-bugrál. Na most azért az a lényeg, hogy ez az extrém alacsony ózon mennyiség korlátozott magasságban, korlátozott helyen, ami persze egy néhány millió négyzetkilométert is jelenthet, és ami nagyon fontos, korlátozott ideig valósul meg. Tehát ez nem egy általános globális tendencia csak, vagy tendencia, hanem hát helyhez és időhöz kötötten jelentkezik, és ez a hely elsősorban a déli sarkvidék, és annak is a tavaszi időszaka. Nézzük meg, hogy mik lehetnek ennek az okai, vagy mik az okai. Két fő okcsoportot lehet megemlíteni. Egyik az ügynevezett meteorológiai okok. Ugye a télen, tehát a déli félteke terén minimális, illetve hát nincs gyakorlatilag napsugárzás, tehát nincs a felszín, ugye egy óriási szárazföld terül előtt, jéggel borított szárazföld, az Antarktisz, tehát nincsen napsugárzás. Az erősen lehűlő felszín igen erős légköri lehűlést biztosít, leszálló légmozgásokat okoz, és hát a földforgással és az egyéb áramlásokkal, tehát a látos légcirkulációval kapcsolatosan ebben az időszakban kialakul az úgynevezett poláris örvény. Tehát ez egy cirkumpoláris légáramlást jelent, mint jelent ez, tehát hogy a pólus környéki folyamatos köráramlást jelent, persze nem közvetlenül pólus, hanem gyakorlatilag, hogyha 60-70. Szélességi kör környékén, tehát ami így körbefolyja az Antarktiszt, illetve hát a fölötte levő légtömegeket. Ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb szélességek, itt most déli féltegén vagyunk, tehát az egyenlítő felé eső szélességek melegebb térségei felől, nincs energiatransport a déli részek felé, tehát gyakorlatilag ez a poláris örvény elszigeteli ezt a tulajdonképpen hatalmas területre kiterjedő légtömegeket, tehát a pólus környéki területekre kiterjedő légtömegeket, amelyekben folyamatos a lehűlés, ugye csak a hosszú hullámú sugárzási veszteség van, napsugárzás nincsen, tehát téli időszakról beszélünk, és bőven mínusz 78, ugye látjuk, hogy ennek mi a jelentősége, tehát 78-80 Celsius fok alá süllyed ennek a hatalmas légtömegnek a hőmérséklete. Az ott lévő víz és salétromsav gyakorlatilag összességében ezen hideg hatására, tehát a légkörben, és most itt a stratoszféráról beszélek már, ugyanis egy salétromsav, trihidrát, kristályokat alkot, amelyek nagyon szépen, hát látványosan, természetes, természeti látványosságként, ugyanis egy vékony stratoszférikus felhőkben jelentkeznek, amelyek hát nem azok a klasszikus felhők, amikből ugye az eső vagy a hó esik, tehát ez a stratoszférában keletkező felhők, amelyek hát így tavasz felé kicsit megvilágítva, hát igen, a szivárvány igen sokféle színében játszanak, tehát ilyen értelemben igen látványosak. Na most nem a látványosság a lényeg itt ebből a szempontból, mármint hogy az ózonbomlás szempontjából, hanem az, hogy ezek olyan felületet biztosítanak, gyakorlatilag ezek a kristályok, hát maguk a felhők, de ugye ezek kristályokban állnak, egy olyan felületet biztosítanak, amin különböző ilyen kémiai reakciók lezajlódhatnak. Mik ezek a krémiai reakciók, amelyekben megint nem megyünk bele nagyon részletesen? Az a lényeg, hogy az itt ide jutó CFC plusz még a HCl és N2, O5 molekulák, amelyek természetes módon is képződnek, sőt, természetes módon képződnek nagy rész, de ugye ezek meg nagy részt antropogén módon. Ez a NAT lesz a salétromsav trihidrát kristály, tehát itt összességében a CFC, HCl, N2, O5, ezeknek a felületén
különböző molekulák, tehát átalakulások indulhatnak be ezen téli időszakban, tehát ezek ilyen különböző reakciók révén ilyen molekulákat hoznak létre, amelyek tavasszal, amikor beindul a napsütés, kora tavasszal, de itt van az utalás, akkor elkezdődik az a bomlás, amelyikről az előbb beszéltem, tehát felszabadulnak azok a atomok, klór, akkor ez a hidrát, illetve nitrogén, oxid, stb., meg a bróm, meg a fluor katalizátorként működnek, amelyek igen nagy mértékben elkezdik akkor bontani az abban a lezárt légtérben lévő ózon mennyiséget. Tehát ez a lezárt légtér még működik a poláris örvény, de már följött a nap, tehát ez nagyon fontos, és akkor beindul ez a hatalmas mértékű, illetve hát ugye ezután indul be itt, ezt már nem látjuk, mert ezt már korábban tárgyaltuk, hatalmas mértékű ózon bomlás. Na most ez addig tart csak, ugye november vége, esetleg december eleje, ameddig helyre nem áll az átlagos egyensúlyi állapot, mert ugye megnő a napmagasság, ennek révén melegszik a légkör, és az ózonképződés, tehát nem csak a bomlás, hanem az ózonképződés is megerősödik, a katalizátor anyagok egy része megkötődik, tehát amik ezeken a stratoszférikus felhők felületén kialakuló reakciók révén felszabadultak, és mivel hogy a poláris örvény így gyengül ebben az időszakban a melegedés miatt, megindul a meridionális, tehát az észak-déli irányú, illetve ebben az esetben az északról déli irányba történő ózontranszport, tehát az alacsonyabb déli szélességeken lévő ózon mennyisége egy része hát oda keveredik a déli sarkvidék fölé, és így az ózon mennyisége lassan visszaáll arra a szintre, ami még a téli időszakban volt, mert ez az egész bomlási kora tavaszi, vagy hát egész tavaszon végigúzódó bomlás bennem indult. Tehát itt igen erőteljes, hát tulajdonképpen földrajzi, vagy természeti hatások révén olyan kedvező körülmény alakul ki azon vegyületek számára, amelyeket az ember ugye pluszban helyettesít, hogy igen, nagy mértékben hát elősegítik az ózonnak a bomlását ebben a térségben és ebben az időszakban. Néhány kép a poláris stratoszférikus felhőkről, illetve még egy ilyen ábrát mutatnék be a légköri ózonmennyiség csökkenéséről, tehát tulajdonképpen az ózonlyukról, ugye itt gyakorlatilag ugye izóvonalakkal, dobzon egységek különböző hát, tartományai alapján megrajzolt ábráról van itt szó, látjuk itt az Antarktisz, illetve hát egészen ugye majdnem az egyenlítőig tartó térséget mutatja be az ábra. Miért mutatom ezt be? Hát emiatt. Egyrészt. Teljesen fölösleges ekkora értékeket itt bemutatni, maximum eddig lenne érdemes, hogy egyáltalán az ábrán ilyen értékek szerepelnek. Másrészt, hát ha szerepelnének ilyen értékek, akkor hogyan különítenénk el ezeket a világot ezen világtól például? Tehát maga a színskálának a felépítése is rendkívül rossz, tehát hibás. Másrészt, teljesen fölösleges olyan skálát bemutatni, vagy olyan skálát beszínezgetni, olyan mértékű értékeket ábrázoljon a skála, amely nem szerepel az ábrán. Ez egy 2011-es szeptemberi helyzet egyébként, ahol látjuk, hogy ilyen 150 alatti értékek is megjelentek az adott időszakban az Antarktisz fölött. Na most az északi sarkvidék is megnézzük, tehát a jelenség ugyanúgy működik itt is, csak nem olyan mértékben. Miért is? Mert más a földrajzi helyzet, tehát a tenger és a kontinensek, vagy óceán és kontinensek elhelyezkedése, mondjuk a 60-as szélességi foktól a pólusig egészen más, mint a déli féltekén, tehát ahol igen erőteljes poláris örvény, az előbb említett poláris örvény ki tud
alakulni, ugye szárazföldek, nem hangsúlyoztam talán annyira, de a szárazföldek ugye nem akadályozzák ezt a összefüggő áramlást, tehát ki tud alakulni az a stabil poláris örvény. Itt jóval kevésbé stabil ez a poláris örvény, és nem is annyira erős, részben emiatt, vagy nagy részt emiatt, ezért gyakorlatilag a 78 Celsius foknál ritkább értékek, vagy 78 Celsius foknál hát lévő hát hőmérsékletek ritkábban és rövidebb ideig alakulnak ki. Ezt sem hangsúlyoztam az előbb, ugye ez a 78 Celsius fok a poláris felhőkön végbe menő azon kémiai reakciókhoz szükséges, amelyek ugye ezt a klór, leginkább a klór atom felszabadulását elősegítik. És ez az ábra világosan mutatja a különbségeket, így átlagos értékről van szó, gyakorlatilag a 70-es évek végétől a 2009-10-es évek végéig, tehát egy 30 éves időszakot felülelő átlagos értékekről beszélünk, hogy gyakorlatilag a tavaszi időszak, tehát a télvégi tavaszi időszak folyamán a déli sarkvidéken, ugye az előbb említett 78 foknál hűvösebb légtömegek, hát ugye mondjuk májustól akár októberig is léteznek, és nagy területre terjednek ki, míg az északi sarkvidéken ugyanez a hőmérséklet jóval később, hát itt ezt kell néznünk az északi féltekén levő téli időszak, és ez februárig tart maximum, tehát csak maximum két hónapig. Ezek a színezések pedig hát az éves, az ezen adott időszak évei során történő ingadozásokat jelentik, tehát ezek a átlagok. Tehát jóval ritkábban és jóval rövidebb ideig fordul elő ilyen erőteljes leülés az északi sarkvidék feletti légtömegben, ezért az ottani ózon pusztulás is kevésbé hatékonyabban folyik. Maga a CRC-kkel nincs gond, mert ott is bőven előfordul, csak maguk a meteorológiai feltételek kevésbé alkalmasak, és így a poláris felhők is ritkábban alakulnak ki. De például 2011-ben egy ilyen, ha így definiáljuk az ózonlyukat, tehát az ózon ritkulás mértéke, ilyen mértékű ritkulás az 2 millió négyzetkilométerre terjed ki. Tehát azért lényeges nagyságrendi különbség van, ugye a 20-25-27 millió négyzetkilométeres déli sarkvidék feletti ozonritkulási területről höz képest, hát tized akkora területet érint az északi féltekén. Itt egy példa, tavaly márciusi helyzet, egy kb. 1 millió négyzetkilométeres ozonritkulás az Arktisz, tehát az északi sarkvidék fölött, és egy lapföld feletti stratoszférikus felhőről készült, hát igen, látványos és szép felvétellel illusztrálom az előbb elmondottakat gyakorlatilag. És akkor rátérnék a gyakorlatilag a jövővel kapcsolatos dolgokra, illetve az eddig megvalósult, vagy legalábbis kezdeményezett egyezmények zárásképpen. De nagy kérdés még azért, tehát itt azért még a kutatások, noha már Nobel-díjat is osztottak ez ügyben, nem is régen, néhány hónapja halt meg az egyik Paul Crutzen, aki erre Nobel-díjat kapott, ezen kémiai reakciók sokkal bonyolultabbak, mint amiket mi tárgyaltunk, hogy mik zajlanak le így ezen az antropogén CFC, és így tovább, tehát hogyan történik a bomlása az ózonnak. Tehát még mindig nagyon sok kérdés van, az alapokat már ugye ezek Crutzenék megfejtették. Tehát kérdés az, hogy hányad részéért felelős az emberi tevékenység, valószínűleg igen nagy részéért, és hát nyilván természetes folyamatokban, tehát az, hogy ugye az időszakban ugye például a vulkánkitörések se egyenletesen következnek be, tehát nyilván azok is okozhatnak különböző hát visszaeséseket az ózon mennyiségében. A különböző egyezmények, tehát ugye politikai döntéshozók, hogy az első az a Montreali egyezmény volt a CFC-kről 1987-ből, tehát egész korán ugye felfedezték a problémát, és viszonylag korán történt hát egy bizonyos egyezmény, amelyet persze többé-kevésbé tartottak be, aztán ezt javították. A lényeg az, hogy azért a fejlett országokban, tehát ahol jogilag is ugye, hát rendezettebbek a
dolgok. 1996-ra a CFC kibocsátás gyakorlatilag megszűnt. Ami, ugye már utaltam, nem azt jelenti, hogy a légkörben nincsen, hanem hát nagyon sokáig még velünk lesznek ezek az anyagok, de lényeg az, hogy az utánpótlásuk már hát igen jelentős mértékben lecsökkent. De azért mondom, hogy lecsökkent, mert mindig van illegális kereskedelem, tehát így még bizonyos mértékű kibocsátásra talán még napjainkban is lehet számítani, de a korábbiakhoz képest ez már igencsak töredéke, szinte elenyésző mértéke a 70-es, 80-as évekbeli kibocsátásoknak. Néhány további hát, ilyen egyezmény, gyakorlatilag mind a montreali jegyzőkönyv kiegészítései nyilván az újabb eredmények, és így tovább figyelembevételével, illetve csatlakozó országok szempontjából is, tehát ugye bővülnek ezek az egyezmények. Az előrejelzések szerint, ugye már volt egy ilyen ábránk, legalábbis a CFC-kre vonatkozóan, azért század végéig nagy része eltűnik, és hát akkor ennek kapcsán, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben lecsökken a mennyisége, ugye a század vége felénk, ez is egy olyan értéket jelent, az ózonlyuk eltűnésére lehet talán számítani, tehát igazából tehát az ózon, erőteljes ózonritkulásra, főleg ugye a sarkvidékekről beszélek, ez már nem fog okozni olyan problémát. Ez az ábra is erre utal, ugye részben a jövőbeli őszi, tehát a déli félteke őszi helyzetére vonatkozóan, tehát egyre inkább ez a ritkulás, ez egyre kevésbé lesz veszélyes. A további problémát viszont az jelenthet, hogy a CFC-k ugye csökkennek, már pedig csökkennek, ha a repülőgépek és az antropogén, hát dinitrogén-oxid kibocsátás révén a nitrogén-oxid, mint katalizátor jelentősége megnövekedhet, ugye egy intenzívebb hát légiszállítás, ami persze most a manapság a vírus időszak alatt egy kicsit visszaesett, de feltehetően ez tovább fog fokozódni a következő években, tehát a nitrogén-oxidnak a jelentősége, mint katalizátornak növekedhet. Tehát itt ugye nem csak a CFC-kre kell majd koncentrálni, hogy ez megvalósuljon, ez a elnézést, ritkulás csökkenés, hanem hát tovább olyan anyagok is, ami egyéb szintén antropogén folyamatok révén légkörbe jutnak és katalizátorként működhetnek. Hát ez a záró diánk, és akkor hát igazából zárásként a kapcsolódó tételeket mutatnám csak meg, amelyek hát a tételsorban is természetesen szerepelnek. Ezzel megköszönöm a figyelmet, és nem ígérem, hogy jövő héten folytatjuk, mivel ez volt az utolsó témánk, úgyhogy legközelebb a vizsgai időszakban fogunk találkozni. Még egyszer köszönöm a figyelmet.